Szervusztok! Kis Ágota Adrienne vagyok, gasztrokócs, séf. Bemutatom a férjemet, Kovács Kondot. Az Omega Budapest gyülekezetből érkeztünk, és most egy szilveszteri menüt fogunk nektek elkészíteni, amit ti is otthon egyszerűen el tudtok készíteni. Igazából készítünk egy nagyon egyszerű sajtos rudat, amit nagyon könnyű elkészíteni is, és nagyon finom is, illetve háromféle pástétomot fogunk készíteni, szárított paradicsomos olivásat, csirkemáj pástétomot és halpástétomot fogunk készíteni. Hoztunk egy igeverset is, ez pedig a Zsoltárok 25. verse. Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet, majd a műsor folyamán fogok pár szót beszélni nektek arról, hogy miért jó tervezni, hogyan kell tervezni, hogyan lehet Istent behívni a mi terveinkbe, és hogyan tudja Isten kiszélesíteni a mi határainkat, és megadni azokat, amikre mi igazán vágyunk. Köszöntünk benneteket, és kezdjük a tészta készítésével, mert az több időt fog igénybe venni. Először is ebbe a keverő edénybe hozzárakok 25 deka lisztet, ez királybúza liszt, és egyébként mindenből 25 kell, tehát nem is kell felírnotok, ezt könnyű megjegyezni, 25 deka liszt, 25 deka túrót rakok hozzá, és mellé, mesélsz egy kicsit a tankunkról, így szilveszter este? Nem fér bele a műsoridőbe. Tehát 1944. december 16-án indult az ardeneki német offenzíva, az utolsó jelentős támadás nyugaton, és ez december 31-re fulladt ki a szárazföldön. Január 1-én még a Wacht am Rhein hadműveletben megpróbálták a légierőt, az amerikai szövetségesek légierejét a földön elpusztítani, de ez sem sikerült. A Luftwaffe óriási veszteségeket szenvedett, és soha nem tudta már védeni a birodalmat, úgyhogy ennek az emlékére, hogy kifulladt a hadművelet, raktuk ide ezt a két korabeli tankot. A festésük az nem fehér, de nyugati terepszínű. És mint látjátok, én közben beleraktam a keverőtálba 25 deka lisztet, 25 deka felkockázott vajat, 25 deka túrót és 25 deka reszelt sajtot, és ezt elkezdem majd keverni, szépen összeáll. Föl fogjuk csíkozni, megkenjük majd kis tojással, szórunk rá reszelt sajtot, és berakjuk a sütőbe. Összeállt a tészta, még egy kicsit gyúrni kell rajta, de már elég jó annyira, hogy ki tudjam venni, és ki tudjam majd nyújtani. Így. Jó. És akkor elkezdem kinyújtani. Megkérlek, hogy a sütőből vedd ki a tepsit. Tepsi-hopsit. 180 fokon fogjuk majd sütni, 30 percet, úgyhogy szerintem egy 50 percet beállíthatsz neki, mert még ezt felcsíkozzuk, azért az idő lesz. Amit most készítünk, az egy klasszikus sörkorcsolya. Sörkorcsolyának hívjuk egyrészt azt az eszközt, amivel a sörös hordókat a pincébe leviszik, másrészt meg azt, amit sörözés közben megeszünk. Magyarországon nem nagyon terjedtek el a sörkorcsolyák mostanában. Általában csak mogyorót és hasonló nasolnivalókat tesznek ki, de a cseheknél, németeknél, osztrákoknál azért rengetegféle kis süteményféleség, ilyen sós sütemény fajták vannak, vagy elég a wurstokra, kolbászokra gondolni, meg a würstlikre. És gyakorlatilag kicsempézi az ember gyomrát, hogy ne rúgjon be idő előtt, meg az éjségét is csillapítja, és egészen érdekes ízhatásokat is el lehet érni ezekkel a sörkorcsolyákkal. Most pedig pakolok. És közel rakjad egymáshoz, jó? Mert nincsen benne élesztő, sem sütőpor, tehát nem fog nagyon megdagadni. És hogyha közel rakjuk, utána tojással megkenjük, megszórjuk reszelt sajattal, és kicsit meg fogjuk sózni, mert ebbe a keverésbe most nem raktam direkt egyébként sót, mert a sajt eleve megadja a sósságát, és mivel háromféle
sós pástétomot is fogok készíteni. Nem szeretném, hogyha nagyon-nagyon sósak lennének ezek a nasik. Látható, egy komplett tetris készül. Elkezdjük a csirkemáj pástétommal, hiszen ennek körülbelül fél óra kell, míg elkészül. Vettem fél kiló csirkemájat, ebben 20 dekagram laktózmentes vaj volt, ez már itt szépen olvadozik, mindjárt hozzárakom a májat, addig kont feldarabol egy kis fej vöröshagymát, három gereszt fokhagymát, egy sárgarépát, egy fehérrépát, és egy kicsi zeller negyedét. Ez mind kell ahhoz, hogy nagyon finom íze legyen a pástétomnak, és sót fogok hozzárakni, kakukkfüvet és rozmaringot, és ebben fog elkészülni ezekkel az ízekkel a májpástétom. Könnyű elkészíteni, úgyhogy bátran ajánlom nektek. Réplát milyen formára vágjam? Akkor picire mindent, jó? Ja. Karikákra. Ami elgurul, azt megeszem bosszúból. Összement. Uh-huh. Az íze jó? Uh-huh. Úgy látom, hogy kevés a zsíradék a máj alatt. Töltenél ebből a fehérborból egy kicsit? Persze. Alá. Ide is jöhet egy kicsi. Tökéletes. Nagyon jó íz fog neki adni. És meg is kóstolom. Mesélsz erről a borról? Ezt te most szerezted valahonnét. Helyi pázmándi száraz fehér bor, ennyit sikerült megtudni a címkéről. Viszont nagyon ízletes és nagyon finom, mindannyiunknak nagyon ízlik, tudjuk ajánlani. A termelője Nagy Gábor pázmánd, a neve pedig Zenit. Zenitből van, tehát Zenit szőlőfajta. Ami ott a Zeniten terem. Mindjárt mondom, hogy milyen az íze. Isteni, száraz. Tökéletes egy szilveszteri partira. Na, most kicsit meg fogom sózni. Nem, sót a végén rakok hozzá. Hozzárakom a köményt és a kakukkfüvet. És hát ez most fél óra, míg összeérnek, megkőlnek, megpuhulnak. A legvégén fogom sózni, borsózni. És hát mivel a férjem szereti a csípőset, erős pistát fogok hozzárakni. Mit gondolsz? Vagy csili paprikát. Csili paprikát fogok hozzárakni. Elkészítjük a szárított paradicsomos olívabogyós pástétomot. Szárított paradicsom. Tudjátok, lehet kapni ezt a kicsi üveg szárított paradicsomot. Ez egy kis üveg, és az olívaolajat is használom, amiben benne van. Sűrített paradicsomot is ír a recept. Hát most én nem fogok emiatt bontani. Az kellett nekem reggelre egy kis paradicsom, most én ezt hozzárakom. Hozzárakok kettő gerezd fokhagymát, olívabogyót. A felét már megettem, nagyon finom. Igen, ez egyébként körülbelül 150 g volt. Most azt szeretném kérni tőled, drágám, hogy légy szíves hozzá friss bazsalikomot, így, vagy így... Varázsoljak. Oké, köszönöm, tadám. Így. Nem, még kell, még. Ezt nem sporoljuk le, mert ez fogja megadni a zamatát egyébként ennek a pástétomnak. Fűszert semmit nem rakok hozzá, mert
savanykás az oliva, sós a szárított paradicsom, a bazsalikom ízét nem lehet semmivel überelni, úgyhogy egész egyszerűen összetúrmixolom. Ez látjátok, körülbelül 5 perc elkészíteni. Tehát, hogyha betoppan egy vendég hozzátok, akkor csak tudjatok róla, hogy vannak ilyen fantasztikus receptek, amik nem nagy trübáj, ha van hozzá alapanyag, pillanatok alatt tudtok készíteni kis nasit. Ez 2 konzervhering. Az olaj egy részét leöntöttem, de mivel szeretném, hogy szaftos legyen ez is, ne fullasszon, tehát olyan kellemesen szaftos legyen, csúszson. Majd látni. Csúszson, ez az, csúszson szilveszterkor. Hagytam rajta kicsi olajat, meg szeretnélek kérni, drágám, hogy a hagymát légy szíves darabolj fel apróra. Kettő darab tojást megfőztem, azt fogom még hozzárakni, 5 g vajat, és körülbelül 10 g cheddar sajtot fogok hozzárakni. Szép színes lesz. Köszönöm szépen. Kicsit felkarikázod a tojást is, kérlek. Hol a karikázó? Nem kell, elég így egy kicsit. Hozzárakom addig a sajtot. Elég kvazi módus. A vajat. Miért? Hát, kvazi módú kinézetem a tojásnak. Nem baj, jöhet is bele. Köszönöm. Bő egy evőkanál mustár, ami még hozzá kerül. És ezt is összetúrmixoljuk. Só? Nem kell bele só, mert a hal eleve sós. Meg a mustárnak is van zamata. A tenger is sós. Igen, tenger is sós. Megkóstoljuk, hogy így milyen. Akkor elkészült már 2 pástétomunk, és jön a harmadik. Elkészült a máj pástétom, megpuhultak benne a zöldségek is, meg a máj is. És mint ígértem, sót a végén fogok hozzárakni. Egy kicsi borsot kérek szépen. Jó. Most összetúrmixolom. Most mézes mustárt rakok bele, és ezt fog tompítani az ízért. Oké. Okay. Már alaposan megváltozott a recept. Ne sírnél egy kicsit, kérlek, a májról. Csirke májról. Nagyon vegyesek az előítéletek, hogy jó a máj, nem jó a máj. Együnk májat, ne együnk májat. Én nagyon szeretem a májat. Én is nagyon szeretem. A májjal kapcsolatban nagyon sok embernek van előítélete, mert úgy gondolják, hogy mivel a mérgeket bontja, az étkezés során is valami káros anyagot visz át a szervezetbe, de ez nincs így. A máj nagyon hasznos, főleg a csirke máj, ami egy fehérjékben gazdag A és D-vitamin tartalmazó máj. A D-vitamin ilyenkor ősszel, télen, kora tavasszal nagyon fontos, mert kevés a napsütés. 17% a fehérje tartalma a csirke májnak, tehát akár fogyókúrához is nagyon jól hasznosítható. Viszonylag olcsó, rendkívül gyorsan el lehet készíteni. Szóval egészséges, és fogyasszok nyugodtan a csirkemájat. Köszönöm. Szárított paradicsom. A szárított paradicsomat a paradicsom szárított formája. Tudjuk, a szárítás az egy nagyon régi, ősrégi tartósítási módszer. Érdekes módon a paradicsommal kapcsolatban ez csak az 1960-as években alakult ki. Elsősorban Nápolyból terjedt el, és ezután kezdődött csak a 70-es években az ipari szintű szárított paradicsom gyártás. Nagyon jó a szárítás, mivel a vitaminok, ásványanyagok nagy részét megtartja a paradicsomban, úgyhogy fogyasszuk ezt is bátran. Hal. Még meg nem hal. A hal is egészséges, ezt talán mondani se kell, ugye ez is tele van D-vitaminnal.
régi magyar regényekben olvastunk, hogy mennyire utálták a gyerekek a csukamájolajat, ugye ez tőkehalmáj volt. A D-vitamin bevitel miatt volt jelentősége. A halat gyakorlatilag korlátlan mennyiségben ehetjük, fogyókúrás, egészséges, úgyhogy együk bátran minél többet, Magyarország az egyik legkevésebb halat fogyasztó ország az Európai Unióban. Most csinálok nektek egy tálalást, és utána elmondom a gondolataimat az újévi tervezéssel kapcsolatban. Azt az igeverset hoztam nektek, Zsoltárok 25, hogy adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. Van egy tanulmány, egy harvardi tanulmány, mely szerint az amerikaiak 5%-a készít konkrét terveket egy életre, az egész életére vonatkozóan már az egyetemen, és ezek a világ leggazdagabb emberei között vannak. Tehát nem csak Isten tanítja azt nekünk, hogy tervezzünk előre, hanem ezt a akár nem hívő gazdag emberek is nagyon jól tudják, hogy érdemes tervezni. Keresztényként én azt tanácsolom nektek, amit én magam is tapasztaltam, hogy érdemes célokban, tervekben gondolkozni, első lépésként. Azonban érdemes megkérdezni erről Istent, hogy ő hogyan lát engem, hogy valóban amit én elterveztem, ő is azt szeretné-e, hiszen én nekem lehet, hogy van gondolatom, de majd az Úr fogja irányítani a lépteimet. Kérni Isten ígéretét, hogyha valamire kaptam konkrét proféciát, ígéretet, hogy ez egy jó irány, hogy segítsen nekem ebben Isten. Nyilván tisztába kell lenni a lehetőségeimmel és a korlátaimmal, hogy mi az, amit megtehetek, és mi az, amiben külső segítségre van szükségem, és ezután pedig érdemes lépésről lépésre tervet készíteni. Hoznék nektek egy konkrét példát a Bibliából, az 1 Mózes 24-ből, amikor Eliézer, Ábrahám szolgája egy jól átgondolt tervet készített arra, hogy hogyan fogja megtalálni Izsák feleségét. És mindezt ő úgy tette, hogy imádkozott. Ez volt az imája. Uram, Ábrahámnak, az én uramnak Istene, adj eredményt még ma, és mutasd meg hűségedet az én uram, Ábrahám iránt. Ide állok a formás mellé, amikor a városbeli leányok kijönnek vizet meríteni. Legyen úgy, hogyha azt mondom valamelyik leánynak, hogy nyújtsd ide a korsodat, hadd igyam, ő pedig azt mondja, így áll, sőt, még a tevéidet is megitatom, őt rendeltet szolgádnak, Izsáknak, és ebből tudom meg, hogy megmutattad hűségedet uram iránt. Ez egy nagyon nagy dolog volt, mert tevét itatni azért nem volt egy egyperces hadművelet, és ez azt jelentette, hogy egy lánynak 20-30 vagy 40 vödör vizet is fel kellett húznia a kútból. Tehát ez egy komoly fizikai munka, és egy komoly elkötelezettség is volt. És az Eliézer ezek között, a lányok között, akik a vizet hordták a kúttól, egy lányt keresett, aki kedves, nagylelkű, szolgálatkész szívű, és kész segíteni egy olyan emberen, akit még nem is ismer. És működött Eliézer terve, így találta meg a Rebeka nevű lányt, aki megitatta nem csak Eliézert, hanem Eliézer tevéit. Úgyhogy én ezt tanácsolom nektek, hogy ha tervetek van, akkor kérjétek az Atya segítségét, vezetését, konkrétan adjon útmutatást, és higgyétek el, hogy sikerrel fogtok járni. Nekünk erre gonddal óriási bizonyságaink vannak, hogy a 2022-es évben mennyire sok áldást tapasztaltunk meg az életünkben, és én azt kívánom nektek, sőt, mind a ketten azt kívánjuk nektek a 2023-as évre, hogy gondolkozzatok tervekben, célokban, legyetek elkötelezettek, kérjetek pecsétet az Atyától a ti terveitekre, és adja meg az Úr a szívetek kívánságát, és szélesítse ki határaitokat. Áldott, örömteli új évet kívánunk nektek, köszönjük, hogy itt voltatok. Szervusztok. Boldog új évet, minden jót. Boldog új évet. Boldog új évet. Boldog új évet.